Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV Viva Natura televízió kedves nézőit. FAQ adássorozatunkat látják. FAQ annyit tesz, hogy felelősségvállásunk koeficiense. És ma igazából elérkezünk addig a falig, ahova el lehetett jutni, hogy most már tényleg ajtót kell nyitni ezen a látszólag megmászhatatlan falon. És oda szeretnénk elkalandozni Facsar Imre tanár úrral, hogy... Üdvözlök mindenkit! Hogy hogyan lehet ezen túljutni? Már mindent tud mindenki, már ismerjük a háttérhatalmat, ismerjük a uzsora kamatot, ismerjük a szabadkőművességet, ismerjük, mindent tudunk már, most készülnek egy újabb háborúval Irán ellen, nagyon jól tudjuk, hogy kamu az egész, ugyanúgy lesz, mint Irakban, le akarnak majd gyűrni egy újabb országot, mert nem voltak hajlandók a petrodollárba beleszállni, Izraelnek kell a területük, stb. Mindent tudunk. Oké? Vegyük először azt a mi kis sajátos szituációnkat, hogy valami csoda történik, és a magyarok istene visszaadja a magyaroknak a Trianon előtti Szent Magyarországot. Ott milyen szisztéma, milyen elvek alapján épülne föl ez az új Magyarország? Ugye nagyon sokan azt képzelik, hogy újabb Mészáros Lőrinc gyárak fognak telepedni majd felvidékre idődalmoda, egyébként már most is elég sok földterületet felvásárolt, hogy maga a szisztémát milyen módon kéne ahhoz megváltoztatni, hogy visszatérjünk az ősi rendhez, ami egy élhetőbb világot jelentett, és nem ezt a intelligens digitális rabszolga sorsot éljük, amiben teljes egészében bele van terelve a mai társadalom, és gyakorlatilag hiába mondunk el neki bármit, bármikor, nyom rá egy lájkot, és ezzel azt hiszi, hogy akkor már is megváltottam a világot, de az égvilágon semmi nem változik, és ami ez most nagyon nem tetszik majd a kedves nézőknek, ugye biztos, hogyha Erdély visszacsatolódna Magyarországhoz, nagyon jó lenne, mert azok az atrocitások, amelyek pont ma is érik az ottani magyarságot, esetleg megszűnnének, de utána ott lennének a románok helyett a bankok, ahogy innen is az oroszok kimentek, de bejöttek a bankok, és látjuk, hogy még nagyobb nyomorba döntötték a magyarság nagyon nagy részét, és ez a mély apátia, ami van az emberekben, és az igazság felszabadít utáni időszakról szeretnénk beszélgetni. Konkrétan mi kell ahhoz változás Magyarországon és az egész világban, hogy ezt az ősi szisztémát, ami a gyökereinkig nemzedékeken keresztül belénk van oltva, égetve, biloggal, hogy ez megváltozzon, és valami istenemberhez méltó életet kezdjünk el élni. Nagyon nagy volt a kérdés, és óriási a súly is, amit várok tőled választ, de... Hát az első műsorban is elmondtam a véleményemet arról, hogy itt a legfontosabb lenne újra evangelizálni Európát és a világot. Tehát ugyanazt kell csinálni ma a magyaroknak, amit 2000 évvel ezelőtt. Tehát le kell leplezni a zsarnokságot. Tehát abban az időben ugye ez a dolog, ez Palesztinában játszódott le, a keresztények és a rómaiak között. De ki képviselte a kereszténységet? Mert én azt mondtam, hogy a rómaiak képviselték a zsidóvallást. A kereszténységet pedig a szkíták. Hát eleve a mai Jeruzsálemot Hierosolymának nevezték. A Hieró az görögül szentet jelent, a Solyom az pedig lehet a Solyom is. Tehát Solyom városnak is lehetne nevezni, Szent Solyom városának. Tehát én azt mondom, hogy az ókorban a római birodalom képviselte Mózes törvényeit, ami a kapitalizmus törvénye, az erőszakra és a gyarmatosításra épül, és a szkíták képviselték a Jézusi szabadságot. Az ős kereszténysége. Tehát az igazi kereszténység, az, vannak olyan emberek, akik már azt mondják, hogy a kereszténység az gyakorlatilag 4000 éves. Tehát nem Jézussal kezdődött. A kereszténységnek egy lényege van, a szabad gondolat, a gondolat szabadsága. Az emberek szabadsága, mert ha szabadok az emberek, ott nincs zsarnokság. Ahol pedig nincs zsarnokság, ott nem szoktak kamatot szedni. És ott a zsarnok nem tud uralkodni. A zsarnok ugyanis csak akkor tud uralkodni, ha kézben tartja a pénzrendszert. Tehát a pénzrendszeren keresztül és a kamatmechanizmuson keresztül kézbe tudja tartani a tömegeket. És akkor monopolizmus gyakorol, ugye? Mert zsarnok attól zsarnok, hogy monopolista. Mózes törvénye pedig a monopolizmusra épül. És az evangelizálás mit jelentene most? Az evangelizálás ugyanazt jelenti, mint Jézus korában, meg kell szabadulni
Mózes törvényeitől. Tehát meg kell szabadulni a bankárok törvényeitől. Mert én azt mondom, hogy Mózes törvényeit a bankárok írták. Ugye, mert azt mondja a Bibliában Mózes 5. könyvében, tehát a kinyilatkoztatásban, amit ma kereszténységnek tartanak, tehát Mózes 15:6-os törvénye azt mondja, hogy minden népnek adhatsz kölcsön, és számos népen uralkodhatsz, rajtad nem uralkodhat senki. És a 28:10-ben pedig azt mondja, és a föld népei mind félni fognak tőled. Tehát a pénzkiadáson keresztül akar uralkodni a föld népein. És azt is mondja, hogy az Úr fejét vesz, és nem farokká, és mindig felül lesz, és sohasem alul. Tehát át kell venni a vezető szerepet a plutokratáknak. Tehát az a rendszer, ahol kamatot szednek, ott plutokratizmus van. Görögül azt jelenti a plutokratizmus, hogy a gazdagok uralma. Jó, akkor most tegyünk megint itt is egy nagy veszőt, ugye azt mondjuk, hogy az egész mózesi törvény, ez a bankok által megrendelt gyönyörű törvénykönyv, ami alapján gyarmati sorsba rakták az egész világot. Tehát, de ez nem feltétlenül a zsidóságnak a műve, mert hogy aki ezt a fajta szisztémát képes a kezébe venni bárhol a földön, Rómában, az ugyanúgy Afrikában, fog viselkedni. Ugyanúgy fog viselkedni, tehát akasszuk már ki ezt az apró kis szállat ebből az egész dologból, hogy a bankokat azonosítottuk már is a zsidókkal, igaz? A gonoszságot, Mózes gyilkoló törvényeit összeraktuk velük. Ugye oda szeretnék én eljutni, amire többször eljutottunk már, hogy valahol az igazságot ki kell mondani. Az első igazságot te, hogy pezdegetted ott az elején, hogy ősi Galilea földjén született Jézus, sosem lehetett zsidó. Az ős keresztény vallást, amikor judeo-kereszténységet csináltunk belőle, egy kicsit plagizáltuk, és nagyon finoman fogalmaztam, és abban a pillanatban az igazság kiderülne, Jézus visszakerülne a szkíta oldalra, igaz, a szabad ős kereszténység vívmányaihoz, amihez egyébként, ha nem tudunk visszanyúlni, na akkor van vége a világnak, ugye ez lesz az adásunknak a végkifejlete, illetve mondod a másik oldalt, ami tulajdonképpen folyamatos hazugságról szól az egész világot, csak egy példát olvassál föl, hogy Nimroddal kapcsolatosan milyen cikket találtál ez ügybe. Tehát az, hogy az állandóan, amikor van egy ember, akire fölnézhetünk, aki a gyökereinket képviseli, és az netán még úgy hívják, hogy Jézus, akkor... Hát ez az újság, ez... Tehát, hogy... Ha... Ez egy hetek újság, 2013 után lehet ellenőrizni, 2013. október 11-i hetek nevezető újság. Jó, hát nem sok maradt föl ebből az újságból, de a cikk itt az a lényeg, hogy ugye ez egy zsidó-keresztény lap. Tehát Németh Sándor vezeti, azt hiszem, ez a hídgyülekezetének alapja, úgy tudom. Ja, akkor bocsánat, azért nem ismerhettem, mert... De zsidó-keresztény, tehát a hídgyülekezet is zsidó-keresztény, tehát ők is zsidónak mondják Jézus. Mm. Itt a lényeg az, hogy itt van egy cikk a 18-19. Oldalon, ami azt írja, hogy az első zsarnok. Tehát így kezdődik, hogy az első zsarnok. Miért akarta Nimród megölni Istent? És akkor itt van alatta a következő megalapítás, a történelem első despotája, a lázadók örök jelképe, a gigászok leszármazottja, a szabad kőműves rend első nagymestere, a globalizmus ősatja, az ókori Nimród. Élete hollywoodi hírek szerint 2015 táján filmvászonra kerülhet. Tehát gyakorlatilag a szabad könyvesekről akarnak csinálni egy filmet, aminek a mi Nimródunk az ősatja. Miközben a múltkor Mózes törvényével bebizonyítottuk, hogy Mózes törvénye a szabad könyvesek törvényei. Tehát a szabad könyveseknek a törvényei nem Nimródtól származnak, hanem Mózestől. Jó, azért mertem ezt a jézusi példát is elmondani. Mi lenne végre kimondanánk, hogy Jézus sosem volt zsidó, nem. A judeo-kereszténység, mint olyan, ez önmagában nem létezik, viszont létezik egy ős kereszténység, ami a szabad embereknek, szabad akaratából az egymás mellé rendelő társadalmat képviselte, ahova egyetlen egy út, hogy visszavezessük az embert és az emberiséget, mert ez a fajta szisztéma, ami most jelenleg a világban uralkodik, akárhol vannak a határok, és ugye ez lenne a körvonal a mai beszélgetésünknek, mi van akkor, ha a trianoni területeket visszakapjuk, és ugyanez a szisztéma, ami jelenleg itt van Magyarországon, kiteljesedik még jobban mondjuk Erdélyben, Felvidéken. De visszakapjuk a területeket, de a bankok ugyanúgy megmaradnak itt is, ott is, és az egyházak is. Tehát az egyházak hozták létre, a zsidó-keresztény egyházak hozták létre ezt a bankrendszert. Nem fordítva? Nem a bankok hozták létre a zsidó-keresztény egyházak?
Hát először igen, de gyakorlatilag arról van szó, tehát vissza kell menni a kereszténység megalakulásának a korába. Tehát a kereszténység az a bankok ellen szerveződött. És ezt a bankrendszert a római rendszer képviselt, a görög, római, tehát a görög, latin kultúra. Mert én sokat tanulmányoztam a hellén birodalomnak a működését, és a hellén birodalom az plutokrata birodalom volt. Tehát náluk rabszolgatenyésztés folyt. Tehát azokat az embereket, akik eladósodtak, rabszolgának tekintették, és a gyerekeiket is. A gyerekeiket elvették, és tudományos módszerekkel rabszolgának nevelték őket, és a saját céljaikra használták fel. És én szerintem a zsidó egyházat ezekből a rabszolgákból hozták létre, akiket kitelepítettek a gyarmataikra, és akik az ő adó és egyéb pénzügyeket szolgálták. Tehát a hellén birodalomban. Tehát tudjuk, hogy a Mózes könyvét görögül írták Jézus korában. Tehát nem héberül, görögül. Azt is tudjuk, hogy Alexandriát görögök alapították, és azt mondják, hogy Alexandriában volt a zsidó egyháznak a központja. Azt is tudjuk, hogy Babilonban is voltak a zsidó egyház tagja, és azt is tudjuk, hogy Mózes törvénye kimondja, hogy minden népnek adhatsz kölcsönt, és a föld népei mind félni fognak tőle. Tehát a zsidó egyház csak akkor tud kölcsön adni minden népnek, hogyha nem egy helyen van, hanem a világ minden pontján. Ez a diaszpora elmélet. Ez már ellentétben van, tehát itt nem diaszporáról van szó, itt arról van szó, hogy a kapitalizmus csinál saját magának, tehát a bankárok egy egyházat, tehát egy érdekképviseleti szerv. Ez nem egy nép. Tehát rabszolgákból csinált magának egy érdekképviseleti szervet. És a világon ma is ők képviselik őket. És az új szövetségbe is betették, Pál apostol Róma 9:4-es levelébe ezt a szövetséget, ami így szól, hogy Izrael fiaiért övék az Isten fiúság, az Isten tisztelet, a szövetségek, a törvényadás, tehát gyakorlatilag minden állami szervet, nem csak Magyarországon, a világ minden pontján, a tridenti zsinaton, ami 1545-ben kezdődött, odaadtak az izraelita egyháznak. Magyarul a Vatikánnak, a római egyháznak az érdekképviseleti szerve az izraelita egyház lett. Ezért ők a 16., 17., 18. században terjesztették a zsidó vallást. És én tudom, hogy úgy terjesztették, hogy különböző kedvezményeket adtak azoknak, akik átértek. Tehát nem kellett katonának menni, 7-8 év katonaság, hanem egyetemre, iskolákba, papoknak, hivatalnokoknak jelentkezhettek, iskolába járhattak, szemben a zsidó keresztényekkel. És ezekből az áttért zsidókból, tehát keresztényből zsidóvá áttért zsidókból, emberekből szervezték meg az úgynevezett mai európai zsidóságot. És őket telepítették be Galíciából. Tehát ők előtte keresztények voltak, de a Bibliával együtt egyébként a katolikus református egyház is zsidóvá vált, csak alacsonyabb rendűvé. Mert ők is elfogadták Mózes törvényeit, az új szövetséggel, Pál apostol szövetségével bevitték a Mózes törvényét az új szövetségbe, és így másodrendű zsidók lettek a zsidó keresztények. Tehát a katolikus és a református egyház többé nem keresztény. Mert a kereszt az a bankárokat szimbolizálja, és nem Jézust. Tehát a zsarnokságot, meg mit mond Mózes? Azokat, akik megszegik a törvényeket, meg kell ölni. Fiad, lányod, gyereked, testvéred. És ez a törvény az alapja az inkvizíciónak később, a katolikus református inkvizíciónak. És ők hozták be divatba az istenfélés fogalmát. Mert mit mond Jézus? Szeressétek egymást. Mit mond Mózes? Féljetek egymástól. A két ideológia összeegyeztetett. Tehát a szeretet meg a félem és a szabadság összeegyeztetett. Tehát a zsarnoknak mindig igaza van. Ez Hitler egyébként hivatkozik a jezsuitákra. Ugye, mert Hitler annak idején gyakorlatilag a náci pártot a jezsuita rend, a mózesi rend alapján szervezte meg. Olvasom, mit ír Hitler az emlékirataiba. A legtöbbet a jezsuita rendtől tanultam.
Lenin szintén, amennyire emlékszem, tehát Lenin is. Tehát a szovjet csekát, az állambiztonsági szervet, és a magyart is, azt a szintén a jezsuita rend szokására alapozták, és a fegyelmére. Ugyanis azt írja tovább, a világ nem ismer annyira csodálatos dolgot, mint a katolikus egyház szerkezetét. Eddig semmi más nem hatott jobban rám, mint a római egyház hierarchikus szervezése. Ebből a szervezetből sok dolgot egyenesen átvettem a saját pártomba. A katolikus egyházat példagyanát fel kell felmutatni. Elmondok egy titkot, én is rendet alapítok, és Himmlerben látom meg a mi Loyolai Ignácunkat, Adolf Hitlerre. A másik SS-t, a Hitler, igen, az SS-t Himmler szervezte meg a jezsuita rend elvei alapján. A tökéletes engedelmesség volt a legfőbb szabály, és minden parancsot hozzászólás nélkül kellett végrehajtani. Ez Walter Schellenbergtől származik, a náci SS vezetőjétől. Szedjük már össze kicsit magunkat, mert most hirtelen olyan nagy ívet rohantunk át. Tehát alapvetően azt mondott, hogy maga a zsidóság úgy keletkezett, hogy a görögöknél, a ókori görögöknél kitenyésztett, tehát a uzsorakamat, meg mindenféle helyekről összeszedett rabszolgákat képezték át valamilyen módon, hogy a provinciákon ők az adószedőik, a bankalapítóik legyenek, és ők igazából ilyen módon a zsidók, amiről beszélünk. Érdekképviselt, hiszen így van. Igen, és innentől fogva, amikor ezt a fajta nevelést kapták meg a világ bármely pontján, ugye ezt mondtad, hogy így lettek az európai aszkenázi zsidók is a legnagyobb tömegében, hogy ők is már egyfajta ilyen kultúrába kezdtek el nevelkedni. Megint azért próbálom ezt a szót használni, nevelkedni, mert nem genetikai úton történnek ezek az öröklődések, hanem aki belekerül ebbe a rendszerbe, és jezsuita képzést kapt, vagy a judeokereszténységnek az iskola rendszerébe, vagy a templomba jár, vagy a médián keresztül a mai napig a féld az Isten, féld a másikat, versenyezzél, győzz le a másikat. Tehát bármikor kinézed a televíziót, ott mindig folyamatosan erről szól, hogy az ember az embernek farkasa, hogy szeressétek egymást című részét, csak nagyon ritkán szokott feljönni, és oda szeretnénk az adásban eljutni, hogy ahhoz, hogy a világ változzon, mert most már Facsar Imre, a Jóisten tudja még ki, látja ezt a szituációt, hogy a létrehozott bankár elit, az uzsora demokrácia, hogy ezt hívhatjuk demokráciának, fölfalta a világot, most éppen Iránt akarja fölfalni, de eljut Oroszországig, eljut majd Kínáig, stb. Tehát nem nyughat, tehát ahhoz, hogy a felébredt emberek tudjanak itt bármit tenni, elsősorban nem visszafoglalni kell a területüket, hanem a saját életüket kell visszafoglalni, visszaszerezni. A tudatukat, igen. És akkor mit tud csinálni? Ha megnézed, a művészek 95%-a ezt a irányvonalat képviseli, a média, a politikusok, több jobb vagy baloldal, megnézed, ugyanebben a rendszerben dolgoznak, és ez több ezer éven át dolgozott tudat, ahogy te fogalmazol, ez tökéletesen már azt látja, hogy már csak ez az út van, ami a judeokereszténység útja, csak ez az út van, amit most itt kijelöltek a számunkra, és ugyanakkor volt egy vonal, amiről csak itt tényleg csak keveset tudtunk beszélni, akár Nimrod, akár a szkíták vonala, ami az ős kereszténység, a szeretet egyházának a meglétét, tehát itt van még nyomokban, gyökerekben, a gyökereinkben benne van. Hogy tudnánk erre a vágányra, vissza a szabadság vágányra visszakerülni? Ez csak úgy, ha beismerjük azt, hogy a kereszténység az már nem kereszténység. Tehát, hogyha megszabadítjuk a kereszténységet Mózes törvényeitől. Tehát a judeó szótól megszabadítjuk a kereszténységet. Pontosan, tehát a kereszténységet megszabadítjuk a rettegéstől. Ne féld az Isten. Ez egy programozás, így van. Ez egy programozás. Tehát nekünk kell felszabadítani a zsidókat is a kiválasztottság alól. Mert ők nem a kereszténység kiválasztott népe, hanem a bankároké. És ők ezt szerintem nagyon jól tudják. Csak mi nem hagyjuk. Mi nem mondjuk ki az igazat. Tehát mi vagyunk azok, akik Mózes törvényeit rájuk vetítjük. És nem hagyjuk, hogy ez fordítva legyen. Tehát, ez egy nagyon fontos mondat. De most sokat beszélnek a Kalergi tervről. Tehát Drábik János ismertette a Kalergi tervet. Ez a Kudengúja Kalergi. 1925-ben, ha jól tudom, kiadott egy Európa könyvet. Ez Európa betelepítéséről szól. A Praktische Idealista című könyvet, amiben arról beszél, hogy be kell telepíteni Európába sok különböző arab és sötétbőrű
embert azért, hogy összekeverjék Európa népét. Na de ez a Bibliában már le van írva 400 éve, mert a Vizsói Bibliában mi van leírva a 7/16-os törvénybe? Minden népet, mert az Úr a te Istened kiszolgáltat. Pusztíts el, ne kímélj őket együttérzően. És a 12/2-es törvényben azt is leírja, hogy ki kell írtani ezeket a kultúrákat. Tehát minden kultúrát, ami a nemzethez kapcsolódik, ki kell írtani. És azt is leírja, hogy ezeket el kell adósítani. Tehát a kalergi terv az itt van a Bibliában 400 éve. Bárki elolvashatja. Mert ez a kinyilatkoztatás. Tehát nem, ez nem egy titkos szövetség. Tehát nincs titkos összeesküvés. Mert az összeesküvés az maga a római egyház. És maga az iszlám egyház. Mert az iszlám egyházat is római kereskedők alapították. Gyarmatosítás céljából. Ők is Mózes törvényeire esküsznek. Tehát a Korán alapja Mózes törvénye. Tehát a sovinizmus, a gyarmatosítás, mások lenézése, eladósítása. De a Koránban a kamat azért tiltott tevékenység. Náluk tiltott egymás között, de ők is dézsmát szedtek a keresztényektől és a nem iszlamisták. Tehát ők mindenkit lenéztek, aki nem iszlamista. Tehát ők ugyanúgy megsarcolták a nem iszlamistákat, sőt, a síta gyűlöli a szunitát. A szunita visszatett, ugyanaz a katolikus, református, jobbos, balos megosztás játékot játsszák sok-sok száz éve. Mert a bankárok csak így tudnak uralkodni. Az meg is uralkodni. Ők csak így tudnak uralkodni, hogy mindenki fél mindenkitől. Ehhez kellenek a dogmák. Tehát ez a rendszer a római birodalmat képviselte, tehát van egy kis kapcsoló a fejünkben, egy billenő kapcsoló, ami most rómaira van beállítva. Hogy az a jó. A római rendszer a jó. Az összes történelemkönyv a római birodalommal van tele. A római rendszer a jó. A szkíta rossz, sőt, meg sem említik. Nem is tudsz róla, tehát az a lényeg. A szkítát hogy... nem is tudod, tehát azt, amiről nem beszélünk, az nincs. Tehát át kell állítani az agyunkban a világnézetünket szkítára, tehát hunra, vagyis magyarra. Tehát a magyar az a jó. Tehát, és a római rossz. Tehát nem szabad kamatot szedni, nem szabad rabszolgát tartani, nem szabad másokat erőszakkal bármire rábírni, hanem hagyni kell, hogy a népek a saját kultúrájukat éljék, és egymás kell. Tehát az erősebbnek a gyengébbet kell segíteni, mert a hunor-magyar egymás mellett élés, békés egymás, tehát a társadalom, a magyar szóban olyan, hogy társ. Tehát magyar azt mondja, hogy társadalom. Tehát mindenkit társnak, egyenjogúnak mond. Ugye? A magyar szó ezt szépen jelzi. Ugyanakkor a római rendszerben a piramis elv érvényesül. Tehát gyakorlatilag az állati ösztönök ellen. Az állati ösztön miről szól? A táplálkozásról és a szaporodásról. Erről a kettőről. Táplálkozás, szaporodás. Jó. Ma a... Tehát gyakorlatilag a zsarnokságra, és ez erre az állati ösztönre építették rá ezt a kereszténységet. Jó. Akinek több pénze van, aki... És az a baj, hogy monopolizmusra építették fel, tehát az erősebb elpusztítja a gyengébet. Romulus megül Rémuszt. És erről szól a mai bankrendszer. Káin megüli Ábelt. Oké, erre mondtam a legelején, hogy azért aki tudatosodik, aki másképp gondolkodik, ez érzés zsigereiben. Tehát tudatosan kell kereszténynek lenned. Hogy mi az első lépés, Imre, szerint? Az első lépés az, hogy akik ma iskolába járnak, általános iskolás gyerekek, középiskolás, gimnazista gyerekek, egyetemisták, ők kérjék meg a tanáraikat, hogy a római rendszert ne pozitívan tanítsák, és kérjék meg a tanárukat arra is, hogy Magyarországon ne hirdessenek zsidó felsőbbrendűséget. Itt ez a probléma, hogy itt évszázadok óta rasszista, fasiszta világnézetet tanítanak a gyerekeknek. És ezt egyébként Rákóczi Ferenc már 300 évvel le is írta. Olvasom, hogy Rákóczi mit nyilatkozott a római keresztény oktatási rendszerről, az emlékirataiban. A jezsuiták szofizmákkal, áltanokkal és ferde elvekkel megzavarják az ifjúság fejét. Szorgalmasan oktatnak arra, hogy miként lehessen az igazságot csűrni, csavarni, arra oktatnak, hogy hamisan esküdni nem bűn, csak bensőleg kell más gondolni.
A kormány gyeplőit mindenütt ők akarják magukhoz ragadni. Az általuk nevelt ifjúságot elkötelezik maguknak, a legmagasabb állásokra segítik őket, hogy érdekeiket védeni tartozzanak. A jezsuiták egy államnak sem hívei. Az ad majorem de gloriam tanának terjesztésének átszája alatt saját javukat és előnyüket hajhásszák, miként ez saját sorsomban és Magyarország sorsában is bebizonyosodott. Tehát Rákóczi gyerekkorában elvették az anyától, az Rényi Ilonától, és a jezsuita Pozsonyba vitték, jezsuita tanárok tanították, de nem tudták az elméjét annyira átprogramozni, hogy utána ne legyen magyar. És utána megnősült, elvette egy, azt hiszem, egy francia hölgyet, két gyerekük is született, és amikor Rákóczi átállt a magyarok oldalára, akkor mindkét gyerekét elvették tőlük, és a jezsuitákhoz adták, sőt még később a nevének a használatát is megtiltották. Sőt, mondok még valamit. Ugye, a első Lipót korában a magyar főurakat szép sorba kiirtották. Tehát 1871-ben koncepciós perben lefejezték az országbírót, a Nádort és a Horváth Bát. Tehát Zrínyi Pétert, Nászdasdy Ferencet, és ki volt a harmadik? Frangepán Kristófot. Tehát gyakorlatilag kiirtották a magyar főúr réteget, a gyerekeknek a nevének a használatát is betiltották, a vagyonukat elvették, tehát gyakorlatilag lefejezték az egész magyar nevét, és akkor így írtották ki a bátoriakat, a nádasdiakat, a rákóciakat, lehetne sorolni. Jó. Még egy utolsó emlék, hogy múlt századforduló, később a Horthy éra alatt is meghatározták, hogy egy például a jogi karban hány zsidó lehet, hány újságíró lehet, hány százalék lehet, hány katona lehet, stb. Hogy akkor még ezeket valamiért valószínűleg vissza tudtak nyúlni ezekhez a dolgokhoz, hogy ne kerüljön minden pozícióba olyan értékrend, ami utána magát a nemzetet, mint egységet bomlasztja és tördi. De mi van ma? Tehát ma abban a pillanatban, hogy a rendszer ellen bármit fölvetsz, akkor abban a pillanatban azok, akik egyébként ugyanis kiszolgáltatói a rendszernek, hozzáteszem, már is antiszemitizmussal vádolnak, és gyakorlatilag a félelmet keltik. Tehát nekem a szólásszabadságom olyan módon van korlátozva, hogy én szeretni kell a dologról akár egy zsidó emberrel is beszélgetni, hogy ez hogy van és hogy lehetne megváltoztatni, mert ha ennek a dolognak megint ugyanaz a vége van, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt, annak megint egyszer a agresszorból áldozat lesz, aztán megint agresszor lesz, áldozat, és már nincs további alternatíva a világban. Tehát és pontosan, amit mondtál, hogy az igazságot mondjuk ki, Jézust adjátok vissza a szkítáknak, adjátok vissza a magyaroknak, Nimrodról ne terjesztetek ilyen hülyeségeket, tehát a saját dolgainkat fordítják saját magunk ellen. És Jézus rákenni ezt a sok ocsmánságot, amit itt ma elkövetnek az emberiség ellen, judeo-kereszténység címszó alatt, ez igenis bűn kategóriába tartozik, ugyanakkor, és akkor nem biztos, hogy ez fog neked tetszeni, én nem látom azt a keresztény elvekkel feltöltött nagyobb tömeget, aki valóban a jézusi szeretet útján újból tudná építeni ezt az velejéig elrohadt rendszert. Tehát, hogy azért nézzük meg, hogy itt már tudjuk, hogy hamis az alkotmányunk, a bankoknak odadobták a Magyarországot, telepítik be az északi tengertől a déli tengerig, a Zsezsinszki féle semleges üvegekben az 50 fokról Izraelből eljövő zsidó testvéreinket, a magyarságnak megint nem sok szavazati joga van. Nem látom az utat, hogy békés úton hogy lehet kimondani az igazságot, és utána valamilyen krisztusi elve alapján az őskereszténység. Most térjünk vissza ez a zsidó törvényekhez, amik a 30-as években születtek, ez egy átverés volt. Na. Nem a zsidókat kellett volna eltávolítani, hanem a zsidó keresztény papokat. A zsidó keresztény papok tanítják azt a zsidóknak, hogy ők felsőbbrendűek. Tehát gyakorlatilag a zsidó keresztény vezetőink ugyanúgy megint nem a gének, hanem megint a neveltetés, igaz? A rendszer. Tehát a rendszer. Tudjuk, hogy 1849 után, amikor bejött az orosz hadsereg, azért, hogy a független magyar Batthyány kormányt felszámolja, miért jött be? Erről kéne beszélni. Azért jött be, hogy a magyar bankrendszert odaadják a Vatikán bankárainak. Tehát az orosz szárnak, aki kereszténynek mondja magát, vagy mondta magát,
fütyentettek Londonba, hogy lábhoz kisfiam, mész a magyarokhoz gyarmatosítani. Komoly adósságaik voltak. De az, hogy komoly adósság, világ a nagyobb ország az övé volt. Hát egyedileg gazdag volt, csak de hát ott voltak mellette a keresztény papok. Aha. Ő volt a keresztény egyháznak a feje. Tehát tudni kell, hogy orosz szár az ortodox egyháznak a feje is volt. Na most milyen papjai lehettek, milyen tudósai lehettek neki, hogy eladósították Oroszországot? És milyen tudósai és tanácsadói lehettek neki, hogy ő ebből nem tudott kilábalni? Hát Oroszország a világ legazdagabb és aranyabb ország volt akkor is és ma is. Az orosz keresztény egyház rossz pásztornak bizonyult. Miért nem tanácsolták azt az orosz szárnak, hogy Európát egyesítse az angolok ellen, tehát a Rothschildok ellen? Miért lett ő a Rothschildok és a Vatikán szolgája? Nekünk azt tanították, hogy a Vatikán, tehát a római egyház között és az ortodox orosz egyház között ellentét van, kibékíthetetlen ellentét. De ez nem igaz, mert ők is Mózes Bibliájára esküdnek fel, ők is a kapitalizmust, a gyarmatosítást és az erőszakot terjesztik. És az angol is. Tehát először is meg kéne határozni, hogy mi az, hogy kereszténység, meg hogy mi az, hogy állam. Ugyanis az állam az azt jelenti, hogy független. Tehát érdekképviseleti szerve. A közösség érdekképviseleti szerve. Na most az az állam, aki elfogad egy olyan törvénykönyvet, mert ez egy törvénykönyv a magyar egyházak, a magyar keresztény egyházak és a Vatikán bankárjai között. Szövetségben vannak. Arra, hogy minket eladósítsanak. Nem a zsidók adósítottak el minket. Nem. A katolikus és a református egyházak hozták ide azért a zsidó egyházakat, hogy ők adót szedjenek. Mert ők azt mondták, hogy mivel mi keresztények vagyunk, nem szedhetünk adót, de a zsidóknak megengedte Isten, hogy adót meg kamatot szedjenek. Tehát ők összejátszanak folyamatosan. Miközben azt mondják, hogy ők közöttük ellentét van. Az iszlám ugyanaz a helyzet. Tehát az iszlám, egyébként az iszlámot római kereskedők hozták létre. Van egy film a Palavicini családról fent a YouTube-on. Ők irányítják az iszlám egyházat. Az is egy olasz család. Tehát felsorolom azokat a családokat, akik ezt a rendszert irányítják, már Mátyás király korábban is ők irányították. A fekete nemesség fel van töltve az internetre, sorban. Tehát sorolom, az Aldobrandini család, a Borgia család, a Blackspear család, a Csigi család, a Kolonna család, a Palavicini család, a Conti család, az Este család, a Farnese család, a Medici család, az Orsini család, a Fontfüli, a Szomaglia. Tehát ők szövetségben vannak, már Mátyás király korában is abban voltak, és ugye ők megvették a Vatikánt, ugye Medici Lorenzo megvette a Vatikánt, és ők csinálták meg ezt a Bibliát. Tehát gyakorlatilag a reformációnak az volt a cél, hogy felszámolja a kereszténységét. Tudjuk igazán, hogy tudjuk, Mózes törvényeivel tudjuk. Most is tudjuk, hogy Trotsky is jezsuita volt. Na most a reformációra egy apró kis mondatot, hogy... Már Trotskyról egy filmet. Jó, oké. A Mediciek és a Fuggerek azért megegyeztek szépen, hogy az Alpoknál ugye elválasztják ezt a birodalmi határokat, és amikor a Medici pápa elkezdett működni, és azonnal a bűnmegváltó cédulákat létrehozta, mert ez a Fuggerek területéről is milliárdokat hozott el már abban az időben is, amire a Fuggerek egy kicsit belártak. Most megint bankár által írt történelemről beszélünk, és a Fuggerek hozták létre a reformációt 4 év alatt. Ez egy fontos dolgot elmondok. A bankárok sosem mennek ki a csatatérre. De láttam már a bankárt harcolni? De a bankár elküldi az embereket csatázni, ő otthon vagy vesz, vagy nyer, nem érdekli. Így is úgy is nyer a csatán. Tehát a bankár nem kockáztatja az életét. Mert mind a kettőt ő finanszírozta. És a trómanok sem, mert a Habsburg ház sosem jár csatázni, nem? Tehát ők mindig háborúztak. Ők otthon ettek, ittak, mulatoztak. A Bourbon is ezt csinálta, a Hohenzoller is, az Ottomán is, a Romanov is. Na most tudnék, hogy a Romanov család az Holstein nevezetű egyébként. Holstein Gottorp familiából származik. A Romanov néve a rómaira utal. Tehát a Romanov család az német eredetű szintén. És a Windsor is. Tehát gyakorlatilag német hercegség és a Habsburg birodalom
beházasodott, pontosabban a Mericsek beházasodtak a Habsburgba, onnan a Bourbonba, aztán a Windsorba, és egy családi vállalkozásba lefették Európa kereskedelmét. Jó. Tehát ez egy szabad kőműves rendszer, amiben a reformáció óta élünk, mert a szabad kőművesek törvénye Mózes törvénye. Tudni, nem Nimród törvénye, mint ahogy itt olvasták, Mózes törvénye. Tehát ezt egyébként tudjuk igazolni a kinyilatkoztatással. Jó, mivel a másik oldalt folyamatosan nem ismerjük, ugye, mert hogy a bankok által írt történelem van, a győztesek által írt történelem van, tehát maga az őskereszténység a szeretett vallásról olybá keveset tud az emberiség, esetleg, hogyha belenéz a saját szívébe, érzi, hogy itt van valamilyen más lehetőség. Abban a pillanatban működni fog a szeretett vallás, amint kiveszük a rendszerből a kamatot. Kiveszi tehát ki. Ha most Magyarországon... Imre, kiveszi ki a kamatot. Amikor... Orbán Viktorék beindítanának egy közpénzrendszert. Tehát egy közpénzrendszer. De ami azt jelenti... A politika maga a korrupció, tehát a korrupció irányítja az egész rendszer. Az rendben van, de azért van korrupció, mert nincs közpénzrendszer. Ha a magyar állam létrehozna egy közpénzrendszert, amivel a közintézményeit finanszírozná meg... De neki ez így nagyon jó, ezt lássa. De még ezt tudják, az emberek nem tudják. Tehát egy államot, ha nem közpénzrendszerrel, kamatmentes közpénzzel irányítanak, és pénzelnek, és hiteleznek, onnantól kezdve megszűnik állam lenni. Tehát az az állam, ami külföldi hitelekből él, tehát átadja a monetáris jogait, átadja egy magánszektornak, abban a pillanatban megszűnik állam lenni, hanem behajtó lesz. A magyar állam 1867 óta a bankárok behajtó csicskája. Az Andrássy kormány is az volt, a Tisza kormány is az volt, a Horthy is, a Kádár is, a Rákosi is, tehát mindegyik. A Vatikán bankárainak a behajtó csicskája. Jó. Film van arról, hogy a magyar NAV, tehát elismert, interneten követhető, a NAV az a Vatikánnak az adóbehajtó szerve. Ezt onnan tudjuk, hogy amit befizetünk adót, azt a NAV elküldi az Európai Központi Bankba, ami a londoni és az amerikai Fednek a leányvállalata. És a pénz beérkezik Londonba, és azt tovább küldi a Vatikán banknak. Tehát a vonal végén a Vatikán van, és a Vatikán az egy vállalkozás. Tehát a római egyház az egy vállalkozás. Egy világvállalkozás, ez nem egy jótékonysági szervezet. Köszönöm, elmondtuk. Tehát először is ebben kell tisztában lenni, hogy ki a mi ellenségünk. A mi ellenségünk nem a zsidó ember, a mi ellenségünk a római egyház rendszere. Tehát a római rendszer. Uh-huh. Monopolizmus, ami nem engedi meg azt, hogy most olyan motorokat építsünk be a saját gépkocsainkba, ami nem szennyezi a levegőt. Legalább 4 olyan feltalálót tud még felsorolni. Van is erről film, Tiltott találmányok, Eggeli Gyuriék csinálták címmel. 4 olyan ember fel tud még sorolni, akik már 10 évvel ezelőtt olyan automotorokat csináltak volna, amikkel szennyezésmentesen ingyen lehetne hajtani a gépkocsikat. Jó, ingyen, és ingyen áramot tudnának biztosítani a magyar embereknek. Messzire megy ez a dolog, mert... Nem, ez minden a Vatikánból indul ki, és minden a Bibliából. Mert addig, amíg ez a Biblia irányítja a Magyar Tudományos Akadémiát, a filozófia tanszéket, a teológia tanszéket, és a műszaki tanszéket, addig nem lesz várt, és a jogi tanszéket. Kedves Imre, következő van. Gyakorlatilag a teológia tanszék irányítja a magyar oktatási rendszer. Következő van. Most egy kicsit felülről nézve ezt a dolgot, és elfogadva, hogy ez az egész itt... Tehát ezt a diákoknak ezt fel kell dolgozni... Jó, egy kicsit hagyd mondjak én is valamit, jó? Hogy itt, ha itt ez egy tudatos teremtés, az egész emberi létezés. És van egy valóban öreg Isten, aki az egész világot teremtette, és most nem Jakvéről beszélgetünk, akkor ha ez a drága ember, akit megteremtett tökéletesnek, és most ilyen lebutított rabszolga lesz, ha ez nem képes fölébredni ebből, akkor ezt a szivatást addig kell nyomni a fejére, ameddig vagy kipusztul, vagy rá nem jön az, hogy nem az ő igazi létezése ez, ami itt van. Tehát mi téphetjük itt a szánkat, most fölmentettük a zsidókat, mert hogy a Biblia, meg a római egyház, stb. Engedte meg neki is. De ezt az embernek, hogyha amíg veszed, addig eszed, amíg az emberek ebbe tök jól elérzik magukat, és ha kapnak egy kis pénzt, és csörgetik a kocsit a Tesco-ba, és nekik tök jól így elvannak, addig te
meg a te hozzád hasonló gondolkodók, akik fölébredtek, nem tudtok segíteni, nem tudunk rajtuk segíteni, mert nekik kell erre igényük legyen az, hogy igenis változást akarjanak, és az, hogy közpénz alapú legyen egy ilyen államhatalom, ami nem hatalom, hanem tudjuk, hogy kiszolgálja ezt az egész rendszert, alulról kell jönni, nem, felülről nem tudsz semmit megváltoztatni. Így van. Ha alulról nem, egyre nagyobb tömegek nem mondják, hogy na ezt az oktatási rendszert, te voltál ebben az oktatási rendszerben, nem tudom, 30-40 évig oktattad a poroszt egyébként? Én tudom, hogy működik, és azt is tudom, hogy 10 tanárból 10 nem tudja, hogy mi a kereszténység. Na most odarod a gyerekedre az iskolába, a tanár se tudja, hogy mi a kereszténység, a tanár sem tudja, mi az, hogy közpénzrendszer. Tehát a két legfontosabb dolgot nem tudja. Idomított rabszolga ő is. Tehát a rabszolgaképzők van, és idomított rabszolgák. És minél nagyobb kvalitású vagy, minél nagyobb minőségű rabszolgahajcsár vagy, annál nagyobb titulusokat kapsz a rendszerbe. Tehát a rendszer az alárendeltségre és a parancs végrehajtásra épül. Tehát ebből a rendszerből csak úgy tudunk kilépni, hogyha szellemi forradalmat csinálunk, és az állam felmondja a Biblia szerződését, mert a Biblia az egy szerződés az állam, az egyházak és a bankok között. Az államot a bankok delegálják. Tehát abban a pillanatban, abban a pillanatban, amint lesznek olyan erők, akik azt mondják, hogy a Biblia szerződését felmondjuk a Vatikánnal, abban a pillanatban már bankok mögött sem lesz az az erő. Tehát ki kell húzni alóluk a szellemi hátteret. Ezt mondtam az első adásban is. Tehát el kell mondani a fiataloknak, hogy hogyan érhetnek majd jól. El kell mondani a fiataloknak, hogy azok a lexikonok, meg azok a tankönyvek, amikből ők tanulnak, azok alá vannak rendelve ennek a rendszer. Tehát hazudnak sok. Például a kapitalizmus szóra azt írják a kapitalizmus fogalmára, hogy piacgazdaság. A kapitalizmusban nincsen piacgazdaság, ott monopolizmus van. Azért, mert kamatot szednek. A kamatszedő rendszer 100 emberből 99-nek rossz. Ahhoz, hogy egy rossz rendszert tudjak működtetni, ahhoz azt kell mondatnom a tanárral, hogy az jó. Tehát az államban nincs is állam. Tehát itt a tanári réteget kell és itt a diákokra kell most koncentrálni. Tehát a diákokat kell megkérni arra, hogy a saját jövőjük érdekében a rabszolgatartó, rasszista oktatási rendszert szüntessék meg. Te, mint pedagógus, elmennél 100 darab pedagógus társadhoz, a saját korosztályodhoz, a saját hívás. Mi lenne veled? Úgy küldenék el a PIA-ba, ahogy köl, mert ez így beágyazott agyukban, te egy beteg ember vagy itt fejben, mert ők így vannak összerakva. Tehát ki az, aki itt megcsengeti a csengőt? Hallottál te Bertrand Russellről? Bertrand Russell, ő a szabadkőműveseknek dolgozott, és írt több könyvet is erről a rendszerről, és ő írta le azt, hogy az ember nem hülyének, hanem tudatlannak születik. Uh-huh. Hülyévé az oktatási rendszerünk teszi. Na ezt az idézetet már természetesen sokan ismerjük, de akik ezt az egész oktatási rendszert fenntartják, és bocsáss meg, amíg nem mentél nyugdíjba, hiába másképp gondolkodtál, de te is ennek a kis aranycsavarja voltál ennek a rendszernek. Tehát ott kell, tehát ebből csak azt akarom kihozni, hogyha pedagógusok végre fölébrednének, és nem szolgálnák ki ezt a rendszert, hanem tiszta szívük szerint a tudást adnák oda a gyerekeknek, akkor a következő nemzedék már nem ilyen sötétségben nőne föl. Pontosan. Pont. De ehhez az egyházakat magunk mellé kell állítani. Tehát az egyházak nélkül ez nem fog menni. Tehát mondtam, hogy zsidó bibliával nem lehet kereszténységet oktatni. A papukat át tudnád szeretett vallásra téríteni? Hát ők elméletileg ők azt hirdetik. De nekik a tudatukat fel kell szabadítani a dogmákon. Amíg a férd az Istent hallod a templomban, addig kit hirdetnek? És mit tanítanak? Boldogok a lelki szegények. Tehát boldogok a lelki szegények. Tehát lelki szegénységgel nem lehet jövőt építeni. Hmm. Ez helyesen úszta, hogy boldogok a lélekben gazdagok. De hát azért a két kijelentés között nagy különbség van. Drága Imrém, szerintem egy pár embernek fölborzoltuk az idegeit. Az enyémet is egy kicsit megmondom miért, mert én elég sok időt töltök ezeknek a témáknak a tanulmányozásával. Nem volt egyszer ez az egy óra, amit a kedves nézőknek itt Facsar Imre barátommal felvetettünk. Egy kérésünk van, hogy igenis menj utána, nézzél, keresél magadnak is
olyan bizonyítékokat, amivel belátod, hogy létezik egy másik lehetőség is azon kívül, amit most élünk, amit látjuk, hogy igazából nem jó irányba vezet az emberiség és az emberek számára. És Facsar Imrét nagy szeretettel ide továbbra is elvárjuk, amint újabb gondolatokat talál, és szeretném nyugodtan a YouTube oldalon, jókat szoktatok veszekedni egyébként, vagy nem is jó, építő vitát folytatni a film nézőivel, ezt légy szíves folytass tovább. És igenis, lássuk be, hogy megint bárkire kimondani, hogy kiválasztott név, stb. Ezt nem lehet. Mindenki abban a környezetben úgy alakul át, hogy a nevelés, az oktatás, a média és a vallás irányítgatja őt, ezért kell tudatosan felébredni és a saját életünket kialakítani. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, VNTV-t, üzenetről a televíziót láttak, láttatok, viszontlátásra.